A szeptembertől új feltételekkel megvalósuló diplomamentő 2 program célja továbbra is a nyelvvizsga hiányában diplomával még nem rendelkező államvizsgájukat hazai felsőoktatásban teljesített, de hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkező személyek bevonása a nyelvi képzésbe. A diploma átvételéhez szükséges államilag elismert nyelvvizsga megszerzése érdekében az eddigi angol, francia, német képzés mellett olasz, orosz, valamint spanyol felkészítésre is van lehetőség. Szeptember 3-ától elindult a jelentkezés a Diplomamentő 2 elnevezésű programra, amely azoknak a fiataloknak nyújt segítséget, akik nyelvvizsga hiányában még nem rendelkeznek ezzel az oklevéllel, de az államvizsgájukat a hazai felsőoktatásban már sikeresen teljesítették. A www.offa.hu honlapon közel 4000 előregisztráció érkezett, az őszbe köszöntével pedig még nagyobb létszámban várnak pályázókat, mondta el dr. Karakó László, az OFFA Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Augusztus 24-én kiküldtük a pályázati felhívást, innentől kezdve 2018. szeptember közepétől indulnak a képzések, és 2019. december 31-ig be kell fejeződniük. És a támogatottaknak, akik sikeres vizsgát tettek, legkésőbb 2020. március 31-ig kell bemutatniuk a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványukat. A felkínált képzési ajánlat több mint 90 ezer embert érint hazánkban, így a kormány igyekezett olyan változtatásokat bevezetni, hogy minél többen tudjanak élni ezzel a lehetőséggel. Diplomamentő egy programunk is sikeres volt, azért közel 10 000 embernek tudtunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy diplomához jusson. A Diplomamentő 2, amiről jelenleg beszélünk, finom hangoláson ment keresztül. Egyrészt kis csoportos foglalkozásokat vezetünk be, jobban tudunk igazodni a képzőkön keresztül a hallgatókhoz. Másrészt bővítettük a skáláját a nyelveknek, bevontunk olyan nyelveket, amelyek ez idáig nem voltak, és természetesen magának a képzésnek a technikáját is igyekeztünk, akár számítástechnikailag, vagy akár a kollégáink munkavégzésén keresztül is hatékonyabbá tenni. Míg az eddigi évek során csak általános, úgynevezett B2 nyelvvizsga felkészítésre volt lehetőség, most már a szakmai nyelvvizsga is megalapozható a kezdeményezésnek köszönhetően. A résztvevők többször is próbálkozhatnak a bizonyítvány megszerzésével, azonban ha legkésőbb 2020. március 31-ig nem sikerül bemutatniuk a kiadott diplomával együtt, akkor a támogatás teljes összegét vissza kell fizetniük, amely fejenként akár 300 ezer forint is lehet. A projekt 400 millió forint állami támogatásból valósul meg.